Mit szólsz? Milyen csoda? Nagyon szép, nagyon tetszik. Mindig akartál jönni ez a repülőtér. Ez tessék. Nem csak ahol meg van csinálta, a kilátás. Konkrétan itt van a Kapitólium, itt van a Szobeliszkus. A fehér háza nem látom, de gondolom, hogy ez is itt valahol. Csak a karácsony hangulája ez, amikor karácsony, meg nagyon-nagyon szép. Tudod miért? Mert ezt nagyon sok filmben láttuk rengeteg. Már ezt a repülőteret. Igazából azért is lehet különleges nektek ez a reptér, mert belföldi járatokat fogad. Tehát aki Európából érkezik, az az egyen nagyobb repülőtérre, nem persze. Ide. Ha jól tudom, Kanadából, meg néhány karibi országból érkeznek ide gépek, de ugye az a lényeg, hogy itt nincs ilyen bevándorlási és vám ellenőrzés. Igen. És még annyi érdekesség, hogy ezt a repülőteret régen elnökről nevezték el, de mivel ő az elnöksége idején a légirányítókat kirúgta, akik sztrájkoltak, ezért nagyon sokan, pilóták, légirányítók a mai napig nem említik az ő nevét, amikor ez a repülőtér szóba kerül. Ott lehet fent felszállni a metróra. És nem sokára azt is eláruljuk, hogy miért éppen a fővárosra esett a választásunk. Tavaszi időszakban voltunk itt, épp cseresznye virágzáskor legutóbb, és nagyon vágytunk arra, hogy őszi színekben is lássuk a várost. A taxi 23 dollárért hozott be a repülőtérről, plusz a borra való. Pár perces sétára vagyunk csupán a Dupont Circle-től, ami egy ismertebb helye Washingtonnak. Megint sikerült nagyon jó helyen szállást találni. És gyönyörűek a környező épületek is, meg az egész utca. Fiatalos belülről a hotelünk. Bár és étterem van a bejáratnál. Ez lesz a szobánk itt a belvárosban. Ilyen a fürdő. Az ablakot nem mostanában mosták le, nehéz egy picit kilátni. De amiért mutatom a szobát, hogy mennyire különbözik az európaitól a minősítési rendszer. Ez ugyanis, akár hiszitek, akár nem, egy 5 csillagos szálloda. Igen, a pénzt nem akarom beszélni, de itt vagyunk a központi, a Dupont Circle, a 3 perc séta inne. Nagyon jó lokáció nagyon, ez nagyon drága, persze nagyon drága, de 5 csillagos hívja, mint nekem Európai Magyarországon ez 3 csillaga. El tudjátok képzelni, hogy akkor milyen lehet egy 2 csillagos? Az ágyneműnek a tisztasága. Nem fér oda a kis kezed, akkor az enyém még jobban nem fog. Bostonos felsőben, Washingtonban. A Washington évek óta az első helyen van nálunk, ez a mi kedvenc helyünk, és egyelőre tényleg egyetlen más városnak sem sikerült kiütnie ebből a pozícióból. És a másik ok, amiért ide visszajöttünk, az Miri, mert hogy az ő születésnapja van, 15 éves, neki is nagyon nagy kedvence Washington, úgyhogy visszahoztuk ide. Bostonnal tudom hasonlítani, mert ugye legutóbb ott voltunk, hogy az a város karakteresebb, viszont itt kedvesebbek az emberek. Sokszor van az, hogy sétálunk, és így néznek az arcunkba, mosolyognak, köszönnek, tehát... Kommunikatív, kedvesen kommunikatív. Aha. Igen, de múltkor is, amikor itt voltunk, ez volt a szerszeg, hogy nagyon ilyen outgoing, friendly emberek. Ha hasonlom a New Yorken nagyon rush, nagyon gyorsan megyek. Nem foglalkoznak nem úgy egymással, igen. És a Bostonia nagyon seborros, semmi probléma, de ilyen kis setan mellett, mint az Ausztrália. Büszkék. De a Washingtonia jobban, ilyen hey. Lazában. Igen, sokkal lazább, igen. Azoknak, akik nem jártak még Washington DC-ben, talán meglepő lehet, hogy nincsenek felhőkarcolók. Annál több van viszont történelmi, vagy filmekből, híradásokból, jól ismert épületekből, történelmi helyekből. Inkább ilyen közepes méretű épületek vannak. Nincsenek azok a nagy toronyházak. Az amerikai Walgreens, mint gyógyszertár, ugye úgy kezdődött. Aztán most már mindenféle dolgot árulnak. És ugye az az érdekessége, hogy itt még cigarettát is lehet kapni. A patika után beleshetünk egy belvárosi tűzoltóállomásra is, ahol látjátok, bevetésre készek a tűzoltók. Ők ugye általában nem csak tüzet oltanak, hanem sérülteket is ellátnak, úgyhogy mentősként is dolgoznak. Épp most indul egy sürgősségi autó.
A safe place, mint biztonságos hely tábla a falon pedig azt jelenti, hogy itt bármikor segítséget kérhetnek a krízis helyzetben lévő fiatalok. Szakember fogadja őket. És itt most nem látok inkubátort a falon, de egyébként az is szokott lenni a frissen szült anyáknak, akik nem akarják megtartani a babájukat. Halljátok, most is mennek a tűzoltók vagy a mentők, tehát krízis helyzet az bármikor adódhat. Turisták is kerülhetnek bajba, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy egy idegen országban is tudjanak kommunikálni. Még augusztusban a Suli kezdős videómban mutattam be nektek a Cambly online nyelvtanuló szolgáltatást, régi megbízható partnereink, úgyhogy ezért is merem nektek újra ajánlani őket. Ráadásul most novemberben a hálaadás hónapjában Black Friday akciójuk van, az eddigi legnagyobb ebben az évben. Talán emlékeztek rá, hogy úgy működik, hogy kiválasztjátok a nektek szimpatikus anyanyelvi tanárt, és akkor vele kettesben gyakorolhattok, vagy akár, hogyha szimpatikusabb, akkor csatlakozhattok csoportos órához is. És ami nagyon jó, ezek a tanárok 24 órában elérhetőek. Tényleg bármire fel tudnak készíteni benneteket, nyelvvizsgára, állásinterjúra, vagy akár egy utazásra is, nagyon barátságos légkörben, teljesen feszültségmentesen, mert ugye tabletről, telefonról is tudjátok őket hívni, akár hátradőlve kényelmesen a fotelből is. Ha előfizettek náluk egy évre, akkor 60%-os kedvezményt kaptok, de csak ebben a hónapban, tehát novemberben. Ehhez pedig adok nektek egy akciós kódot, itt van Amerika 60, ezt kell megjegyezni, de egyébként minden információt, a linket is megtaláljátok majd a videó alatt a leírásban. Úgyhogy hajrá, jó nyelvtanulást! Szépen keverednek a régi és az új épületek ezen a környéken, és mennyire jó ez a medvéspad. Ez egy történelmi hely, itt élt Rosa Parks. Ő ugye azzal vált ismerté, hogy ült a buszon afroamerikaiként, és át kellett volna adnia a helyét a fehéreknek, de ő ezt megtagadta. És ezzel elindított egy mozgalmat. Úgyhogy ő egy ismert amerikai polgárjogi aktivista. Nagyon sokszínű és érdekes város, több mint 170 nagykövetség van itt, meg kulturális központ. Itt például, ahol sétálunk, a mexikói nagykövetség van. Isteni múzeumok vannak, a természettudományiban voltunk eddig, de hát ugye a Smithsonian intézmények itt vannak, ingyenesen látogathatóak, rengeteg múzeum és galéria. Arra viszont figyelni kell, hogy vasárnap azért elég sok látnivaló zárva van. Változatosan öltözködnek az emberek, valaki pólóban van, rövid nadrágban, más meg nagy kabátban. Mi meg elhoztuk a csizmákat, mint hogyha már hó lenne. A metrója a New Yorki után a második legnagyobb és egyben legforgalmasabb az Egyesült Államokban. Nyilván itt is vannak rosszabb környékek, rosszabb helyek, mint ahogy egyébként minden nagyvárosban. De közel sem látok annyit például hajléktalanokból, mint mondjuk New Yorkban, vagy Los Angelesben. Egy-két utcaszakaszon lehet látni, hogy sátorban alszanak, itt is például. Nagyjából olyan a hajléktalan helyzet, mint amit Bostonban tapasztaltunk. Közben lassan odaérünk a Fehér Házhoz, és akkor elmondjuk majd, hogy miért nem sikerül egyébként belülről megmutatni. Mert hogy egyébként vannak túrák, be lehet menni, megmutatják a Fehér Házat belülről. Turistáknak nagykövetségtől kell kérni engedélyt. Aki amerikai állampolgár, annak egyszerűbb, hát meg is próbáltuk egyébként ott helyi szinten a városunkban intézni. Tehát engedélyt nekünk is kellett kérni, viszont nagyon limitálják azoknak a számát, akiket beengednek, egy nagy ellenőrzés van. És az utazás előtt ugye egy-két héttel értesítenek ki, hogy hogy döntöttek, tehát már 6 héttel korábban el kell kezdeni intézni. Kaptunk egy kedves levelet, de sajnos az volt benne, hogy nem lehetséges a látogatás. Ez itt már a Fehér Ház előtti rész. Általában mindenhol ekkora sorban állás van. Hát igen, ez itt az elnöknek a mindenkori munkahelye, meg lakhelye egyben. Ez az ellenőrző pont, itt mentünk volna be, egyébként itt jutottunk volna be, hogyha igen választ kapunk. Albertónak van egy teóriája, hogy miért nem engedtek be bennünket. Nagyon egyszerű teória. Látom, hogy republikánus vagyok, ez rögtön, szerintem rögtön mondta. Tehát olyan kedves levelet kaptál az elnöktől, kedvesen elutasított. Persze, de gondolom várni kell, nem sokáig visszajövünk, és akkor biztos fogom... Csinálunk még egy kört. Persze, most biztos background check, csak a szegélye, republikánus.
ide nagyon sokan kiállnak mindenféle üzenetekkel, amit szeretnének eljuttatni az emberekhez, döntéshozókhoz. Valaki a terrorizmus ellen szólal fel, a palesztinokért. Azt hiszem, hogy ez a legjobb hely az üzenetek átadására. Valahol azért megértem, hogy most fokozott a védelem, nehezebb a bejutás a Fehérházba. Még George Washington rendelte el az építését. John Adams volt az első elnök, aki ide beköltözött. És ugye a nevét a homlokzatának a színéről kapta. De hát azóta már sokszor átalakították, kibővítették. És talán a legviccesebb információ a Fehérházról, hogy volt két olyan elnöke is, aki aligátort tartott bent az épületben. Az volt a házi állata. Most megkerüljük ezt az épületet, és akkor már is ott leszünk az obeliszknél. Körben gyönyörű történelmi épületek vannak. Itt van például a trolli, amivel lehet városnézésre menni. És egy másik szögből is meg lehet nézni a Fehérházat. Innen messzebb van. Nagyon erős itt a szél, de hát megérkeztünk Washington fő látványosságához, az obeliszkhez. 1848-ban kezdték el építeni, aztán pénzhiány miatt egy darabig állt az építkezés, úgyhogy látjátok is, hogy nagyjából az egyharmadánál már más színűek a kövek. 36 éve később lett kész. Ez az Egyesült Államok nemzeti szimbóluma. És hogyha jól tudom, akkor még ma is a világ legmagasabb ember alkotta kőépülete. Itt van egy kis állvány, amire rá kell tenni a telefont, és abból a szögből látszik a legjobban, ezt mindjárt én is megpróbálom. 169 méter magas. A tetején van egy kilátó, fel lehet menni, de szerintem arra is be kell jelentkezni, meg van valami jelképes összeg, amit fizetni kell. Ide is elég nehéz bejutni. Viszont 360 fokos panoráma vár fent, teljes kilátás a városra. Egyébként van még pár hely, ahová csak bejelentkezés után lehet bejutni, úgyhogy azt több héttel az utazás előtt kell megpróbálni. National Mall az a neve ennek a sugárútnak, ami itt megy. Korábban főleg katonai felvonulásokra, toborzásokhoz használták. Összefogja a fő kulturális és közigazgatási létesítményeket, és ugye láttátok, hogy közelben a Fehérház. Itt van a Kapitólium, mellettünk a Lincoln emlékmű a tükörmedencével. És itt van a sétány a Lincoln emlékműnél, ahol tavasszal gyönyörű a cseresznyevirágzás, ott vannak a cseresznyefák. Körben, ha jól tudom, 19 múzeum, a Smithsonian épület komplexumai. A közelben van a világ legnagyobb könyvtára, a kongresszusi. Pár éve voltunk ott, és olyan ősi könyvek vannak, mint a Gutenberg Biblia, és például Shakespeare eredeti művei is. És ez egy nagyon kedvelt találkozóhely, ez a füves rész, rengeteg turista és helyi pihen itt. Itt pedig előttem már a veterán és világháborús emlékmű, ahol a vietnámi és koreai háborúkban elesett katonákra emlékeznek. Az oszlopokon a háborúban részt vett államok neve olvasható. Egészen fantasztikus színekben már a fák. Viszünk haza párat könyvben, préseljük majd. Gyönyörű. Haszajon belőle. Sajnos a bicikliket soha nem úgy csinálják meg, hogy legyen rajta gyerekülés. Pedig nagyon lenne kedvünk biciklizni ebben a szép időben, úgy megnézni a főbb nevezetességeket itt az obeliszk környékén. Elmennénk még a Nemzeti Levéltárba is, ahol a függetlenségi nyilatkozatot meg az alkotmányt őrzik. Fontos dokumentumokat. Folyamatos a szirénázás, mennek a delegációk, itt van a közelben a Reagan repülőtér. Ezt már említettem, ez az atlanti és a csendes óceáni háborúnak emelt emlékmű, két félkörívben látjátok, sok szökőkúttal. És van külön a háborúban szolgált nőknek is. Nagy részük ugye ápolónő volt, ők látták el a sebesülteket.
A koreai háborús katonaszobrok pedig ott bujkálnak lent az erdőben. Na és akkor innen sétáljunk el a Lincoln emlékműhöz. Az Egyesült Államok 16. elnökének ülőszobra van a középpontban, egy óriás szobor, meg a beszédeiből feliratok, olyan, mint egy görög templom. A 36 oszlop mindegyik egy államot képvisel, Lincoln halálakor az Unióhoz még csak ennyi tartozott. És ez az a hely, ahol Martin Luther King a 60-as években elmondta a Van egy álmom című híres beszédét. Este is érdemes megnézni, mert kivilágítva még szebb, még nagyobb, impozánsabb. Tehát innen is gyönyörű visszanézni a Washington emlékműre. És itt egyébként fel is lehet szállni városnéző buszokra. Megkérdeztük egy 4 fős családnak, úgy $250 kerül, és akkor bárhol le lehet szállni róla, meg fel is lehet ráugrani. Igazából azzal már lassan 10 éve próbálkozom, hogy megértessem, hogy kedves cukorkagyűjtögetés, szomszédolást, bolondozást jelent csupán a Halloween az amerikaiaknak. Mindig lesznek, akik ördögi dolgokat képzelnek bele, pedig ezek a rémisztő maskarák, meg világító tökök nagyon is európai eredetűek, és ugyanazt a célt szolgálják egyébként, mint a busójelmezek a magyaroknak, elijeszteni valamit. Itt nem a törököket, hanem a holtak szellemét, mert ugye azt hitték, hogy azok október 31-én térnek vissza. Egyébként az Európai Uniónak is van itt képviselete ebben az épületben. Kint is van a zászló, meg a felirat is. Üdvözlik az Európából érkező delegációkat. Itt fogadják őket. Ami nekem még nagyon tetszik ebben a városban, hogy mivel tervező asztalon született, egy francia mérnököt kértek meg azzal, hogy tervezze meg, ezért úgy lett kialakítva, hogy ilyen szellősek, szélesek, kényelmesek az utcák. És még egy érdekesség, hogy egyes bárokban már tudjuk a tenyerünkkel igazolni, hogy nagykorúak vagyunk, ugyanígy egyes Whole Foods-okban fizethetünk a tenyerünkkel. Lassan besötétedik, de itt a Dupont Circle-nél még találtunk egy jó kis könyvesboltot, ahová bejöttünk. A hátsó részében van egy kávézó is, és lehet ajándéktárgyakat venni, bögréket, saját márkás pulóvereket. Miri már meg is találta magának a könyvet, amit keresett. Rengeteg látnivalót mutatunk nektek ez alatt, az 5 nap alatt, amíg itt leszünk. Ez például egy gyönyörű antikvárium, ahol magyar könyveket is találtunk. Van egy pár vitrin értékesebb könyvekkel, több ezer dollárosokkal. Régi, szép könyvek. Vannak itt még értékesebbek, 15 ezer dollárért. És az aktuálisok itt vannak, amik most a háborúhoz kapcsolódnak. Ez a dedikált kép pedig $1000, az egykori First Lady aláírásával. Ott fent Magyarország, Habsburg dinasztia, Kati Marton. A kommunista terror elől menekültek ide az Egyesült Államokba, az ő történetük. Ez de milyen szép a magyar korona. Is that about it? És mit találtunk az esti sétánk alatt itt a központban? Itt a kolumbiai nagykövetség mellett van a Magyar Kossuth Ház. Kint is a zászló. Innen folytatjuk, mert mi most már Mirinek a születésnapját ünnepeljük. Sziasztok!